Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, Karcag város képviselő testülete elfogadta a katasztrófa védelem beszámolóját. Mai vendégünk aktuális kérdések című heti magazinműsorunkban Lévai Kálmán tűzoltó ezredes. Köszöntöm kedves nézőinket, megtartotta a katasztrófa védelem tájékoztatóját a legutóbbi testületi ülésen a Karcagi Városházán. A témával kapcsolatban mai vendégünk Lévai Kálmán, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi igazgatóság Karcagi katasztrófa védelmi kirendeltségének kirendeltség vezetője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a nézőket. Ezredes úr, miről is szól egy ilyen tájékoztató, mi az, hogy tájékoztató, amit megtartottak ugye a legutóbbi testületi ülésen, egy laikus hogyan képzelje el ezt? Egy olyan tájékoztatót igyekszünk ilyenkor összeállítani, aktuálisan most 2015 év végéről, illetve 2016 évről, ami nagyjából átfogja a katasztrófavédelmi kirendeltség tevékenységét. Hasonlóan, mint régen a tűzoltóparancsnokság időben, akkor is a tűzoltóparancsnokság teljes tevékenységéről igyekeztünk akkor ugye beszámolni, hisz a testület volt a főnökünk, most viszont tájékoztatót tartunk erről, de gyakorlatilag a tartalmában nem változtatunk jelentősen. Olyanokat hagyunk ki belőle, ami nem tartozik mondjuk a közvéleményre, és nem is igazán érdekli őket, viszont minden olyat bele foglalunk, ami közérdeklődésre számot tart, különböző szakterületenken végigmenve. Kezdjük akkor talán azzal, hogy milyen mondjuk a katasztrófavédelemnek a személyi állománya, hányan dolgoznak, milyen területeken? A katasztrófavédelmi kirendeltség úgy áll föl, hogy a tűzoltósági szakterületet alapul véve két hivatásos tűzoltósárt és három önkormányzati tűzoltóparancsnokságot irányítunk, illetve felügyelünk. Ezen emellett polgári védelemmel, iparbiztonsággal foglalkozunk, és ami az egészet áthatja a hatósági szakterület. Ezekről kell gondoskodnunk, ehhez a létszámunk rendelkezésre áll, képzett létszám, nem mondom, hogy bővébe vagyunk a létszámnak, mert időnként a feladatok sokasága feszíti ezt a keretet, de igyekszünk maradéktalanul ellátni mindazt, amire szükségünk van, illetve hát mindaz, ami vagy ránk hárul feladat. A létszámunk adott darabra, mennyiségre, de minőségre is azt mondhatom, hogy most már 2012 óta gyakoroltunk ebbe a új feladatkörbe, hisz nagyon új volt ez annak idején nekünk. A tűzoltóságok létszáma is csak nem teljes, ott ugye talán azt gondolhatjuk, hogy 1-2-3 létszám hiány nem olyan vészes, hisz ők azért többen vannak. Nem jó, hogyha van létszámhiányunk, hogy se, azon vagyunk, hogy feltöltsük ezeket a létszámokat, és teljes létszámmal álljunk készen minden váratlan feladatra. Mit lehet arról tudnunk, hogy a tűzoltóknak, katasztrófavédőknek, gondolom ugye, mivel egyenruhás állomány, így nekik is lehetnek ilyen éves szintfelmérések, felmérések. Milyen képzéseken vesznek részt például akár a katasztrófavédők, akár a tűzoltók?
a tűzoltók elsősorban helyi képzéseken vesznek részt, központilag kiadott ciklikus képzés kerül végrehajtásra, ez időről időre fordul, és időről időre számon kérés is történik belőle, különbözőféle formaképpen, részben ez történet tesztlapok által, részben pedig a maga belső ellenőrzés is végez ilyen váratlan rajtütésszerű ellenőrzéseket, amikor egy-egy szerelési feladatot végre kell hajtani, vagy egy-egy elméleti témában kérdéseket tesznek fel, és akkor ott így hirtelen csípőből tüzelve produkálni kell, mert... Szokott ez menni általában? Szokott, nem mondom, hogy tökéletesek vagyunk, bár mondhatnám, de nem, tehát ebbe azért bele lehet hibázni, amikor úgy hirtelen. Más az élet. Azt akarom mondani, hogy ugye az élet is így hirtelen váratlanul teszi fel a kérdéseit, és kell megoldani a feladatokat, de az más. Ott egy harctéri izgalom van, az én szerintem teljesítőképességet fokozza, míg ha ellenőrjön, akkor egy másfajta görcs áll a dolgozóink gyomrába, és ez időnként leblokkolja a képességeiket, és nem tudják azt produkálni, amit egyébként tudnak, hisz folyamatosan megkapjuk, és folyamatosan figyelemmel kísérjük az egész ország végzett ellenőrzéseket, hogy hol, milyen ellenőrzés volt, mi volt a feladat, mi volt a probléma, és odafigyelünk rá, hogy nálunk vajon ez megye. És megnézzük, ellenőrizzük, ha nem, akkor gyakoroltatni, ha megy, akkor nyugodtan hátra dőlhetünk. Hát ez az egyik része, az elméleti, kicsit stresszeléses játék ez, de amúgy talán hozzászokatjuk őket ahhoz, hogy a fiatal tűzoltóink is vannak, hogy milyen is az, amikor káresetnél, akár tűzesetnél, akár balesetnél kell beavatkozni. Ha már a tűzesetekről beszélünk, illetve beavatkozásokról, akkor hogyan lehetne kategorizálni ezeket a úgymond tűzoltó beavatkozásokat? Ugye azt tudjuk, akik láttak már ilyen tájékoztatót, vagy beszámolóba így beleolvastak, hogy ennek nagy része ugye statisztikáról szól. Tehát hogyan lehetne ezeket a kategorizálni ezeket a tűzoltó beavatkozásokat? Hát két fő csoport, a tűzesetek és a káresetek. A tűzeseteket szintén kétfelé osztjuk, ami talán mond valamit akár civil embereknek is, hogy szabadtéri tűzesetek, és hát nem szabadtéri, tehát zárt helyen bekövetkezett lakóépületbe, vagy raktárépületekbe, vagy más ilyen helyen bekövetkezett tűzeset. A káresetek azok zöméből műszaki mentés jellegűek, balesetek elsősorban országutakon, de sokszor ugye itt a városban is vannak ilyen kritikus kereszteződéseink, ahol időnként összeütköznek járművek, és akkor oda is ki kell vonulnunk. Ez a két fő dolog. Itt hasznos tevékenysége van a tűzoltónak, hisz be kell avatkozni, menteni kell a menthetőt, akár tűznél, akár káresetnél, és ez mindenképpen hát ez a legnagyobb szám és a legfontosabb minden ember számára. Jellemző módon 2012 óta elég kemény tűzmegelőzési és kármegelőzési tevékenységet is végez a katasztrófavédelem, és szépen csökken is ez a létszám, és ez nem a statisztikai számokkal való játék, hanem ténylegesen csökken. Persze mondjuk szabadtéri tüzeket, országút menti tüzeket, tarló tüzeket, egyéb ilyen tüzeket alapul véve az időjárás is közben játszhat, hisz hogyha nyírkos idő van, esős idő van, akkor nem nagyon várható, hogy egy-egy kidobott csík meggyújtja az árok partján a száraz hűvet, mert nincs száraz fű. Persze jó volna elérni azt, hogy ne dobjuk ki a csikket, ha már minden áron kocsiba akar valaki dohányozni, oltsa ott el, és majd hazérkezik, kiüríti a hamutartót. Aztán a régebben Vaklármának mondtuk ezeket az eseteket, ezeket most már szét lehet válogatni, vannak ezek a bizonyos szándékosan megtévesztő jelzések. Valamikor ezt hívtuk Vaklárnak, hogy valaki betelefonált, mert unatkozott, vagy látni vélt valamilyen füstöt a távolba, de nem tudta beazonosítani, hogy az hol van, de biztos, ami biztos, betelefonált, hogy ő lát valahol egy füstöt. Aztán lehet, hogy volt is ott füst, csak mire mi kiértünk a helyszínre, és megtaláltuk volna határba valahol. Szoktak még ilyennel szórakozni egyébként?
Mármint nem azzal, hogy látni vélt valami füstöt, a szórakozás az szerencsére a lábhagyott. Ez köszönhető részbe iskolai propagandának, tehát hogy a gyerekek ne szórakozzanak és vele. És ezt komolyan is büntetik, nem? Vagy milyen következménye igen, van annak, igen. Ha tehát valaki... most már azért beazonosíthatók a telefonok, és most hallottuk a híradásban, hogy lassan ezek a kártyás telefonok is beazonosíthatóak lesznek, tehát nem lesz az, hogy egy neve nincs kártya mögé elbújik valaki, és onnan betelefonál. Tehát még könnyebb lesz utolérni az ilyen delikvenseket. És hát aztán büntetik persze, hogyha ilyenen valakit utolérnek, és akkor elnyeri mondjuk úgy, hogy méltó büntetését. Nem jellemző szerencsére. Előfordult, aztán, hogy ezt a alkoholvezérli alkalmasint, mert nagyon bátor lett tőle, vagy éppen unatkozik, ki tudja ki, mitől lett ilyen régebben gyerekekre volt ez jellemző. Én azt gondolom, hogy iskolai nevelés tette hatását részben, amit igyekeztünk elkövetni, részben pedig a pedagógusok által mindenképpen. Ez volt az egyik, a másik az, hogy téves jelzések azért maradtak, a téves jelzések pedig zömébe a tűzjelzők. Ugye rengeteg tűzjelző van most már beépítve különböző szervezeteknél, iparvállalatoknál, mezőgazdasági részen is akár, vagy egészségügyi, vagy szállodai területen, és ezek időnként fals jelzést adnak, vagy meghibásodik a érzékelő, vagy nem megfelelő érzékelő lett beépítve is. Mondjuk az, hogyha egy konyhára rányítjuk az ajtót télen, akkor a beáramló hideg levegőn a gőz lecsapódik, és ezt a érzékelő rögtön füstnek tudja tekinteni, hisz a látása a érzékelőnek romlott, és úgy veszi, hogy na most füst van, és bejelez. Vagy éppenséggel volt olyan, amikor macskát zártak be valahova, és az meg a betörés jelzővel volt kombinálva, és úgy jött a jelzés, mintha tűz lett volna. Bocsánat, a tűzeseteket tekintve eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy ha így visszagondol az elmúlt időszakra, ugye azt mondta, hogy ez 2015 és ez évnek a beszámolója, tájékoztatója volt. Ha tűzeseteket nézünk, akkor mi volt a legnagyobb, ha csak itt Karcagról beszélünk? Vagy hál' Istennek előfordult-e az, hogy nem volt, ami nagyon, nagyon nagy lett volna? Ebbe az időszakban nem volt igazán nagy tűzesetünk. Igen. Korábbi években volt, az is elsősorban a határban, tehát tarlótűz jelleggel, ami azt gondolnánk, hogy nem veszélyes, de mivel a 4-es főút mentén volt az egyik ilyen nagy tűzesetünk, ő bizony veszélyes, mert a füstöt rávitte a 4-es főútra, a forgalmat is le kell ilyenkor állítani, és hát a úton lévő ember ezt már tragédiaként éli meg, nem ér oda időbe, rásötétedik, és így tovább, tehát idegesebb lesz, másképp közlekedik, mint egyébként közlekedett volna. Aztán, hogyha nincs időben lezárva a füstös útszakasz, akkor sokan nem veszik komolyan, hogy most köd lehet, úgymond idézel, köd lehet az úton, jó időben, fényes nappal. Amikor odaér, akkor veszi észre, hogy nem lát semmit, mert beleszaladt ebbe a tömény füstbe. Tehát az is egy fontos feladat része. De aztán volt olyan, amikor a hengerbálakazlak gyulladtak ki, és az bizony felügyelet mellett 3 napig égettük, amíg el tudtuk égetni, mert azt eloltani szinte lehetetlen, és sokkal többe kerülne az oltás, mint amit meg tudunk menteni. És ilyen esetben a technika kímélése miatt is, akkor nem is, hogy kezdjünk hozzá. Embertelen vízmennyiség, és ivóvizet pazarolni arra, ami már úgyis tönkrement. Én azt gondolom, hogy felesleges. Vagy ha visszaemlékszünk a személytelep tűzünkre, hogy nagyon nehéz eloltani egy ilyen mindenfelé beéghető személytelepet, ahol sok méter vastagon van. És nem is annyira az a normális szemét, hanem azért vannak ebben továbbra is flakonok, sörös dobozok, meg sok minden, ami magában hordozza a levegőt. Tehát, hogyha oda lejut a tűz, akkor van levegője, ami táplálja az égést, illetve egyáltalán biztosítsa az égést, és bizony azt is elég sokáig kell toltogatni, és nem veszélytelen tetejében egy ilyen szemételep tűz, mert a
ilyen kürtők tudnak égni, ahova be tud szakadni tűzoltó, mint még az ősi szeméttelepen annak idején volt is rá precedens. Tehát akkor hál' Istennek a városon belül nem volt olyan tűzeset, amely mondjuk a város nagy történelem könyvébe bekerülhetne. Így van. Most eljött ugye egy olyan időszak, amikor ismét be kell gyújtanunk, sok helyen van cserépkályha, ugye egy veszélyesebb időszak következett el megint, lassan tél van, fűtenünk kell, ilyenkor ugye több dolog is veszélyessé válhat, az egyik a szénmonoxid mérgezés, a másik pedig a kéménytüzek. Na most akkor beszéljünk először a szénmonoxidról, mit tanácsol, szereljünk-e föl szénmonoxid érzékelőt, kik szereljenek föl, milyen jó tanácsokat tud adni a lakosságnak ezzel kapcsolatban? A fogyasztóvédelem honlapján megtalálható azoknak a szénmonoxid érzékelőknek a listája, amik megbízhatóan működnek. Nem arról van szó, hogy ami a kereskedelmi forgalomban van, nem működik, viszont nem megbízhatóan működik. Ezért született egy ilyen lista, hogy amit ahányszor és ahányféleképpen vizsgáltak, mindig hiteles jelzést adott. Mert mi a legnagyobb baj? Ha valaki vesz egy, mondjuk úgy, hogy gagyi szénmonoxid érzékelőt, és a szíre szóra jelez. Ilyenkor jól megijednek, kirohan mindenki a lakásból, kiszellőztetnek, és kihívják a tűzoltókat, kihívják a esetleg a gázszolgáltató szakemberét, mérnek mindenfelé, és nem találnak semmit. Aztán ezt néhányszor eljátszuk, és akkor mi történik, mint a pásztor a gyerek, amikor szórakozásból kiabálta a farkast, vagy amikor meg tényleg jött a farkas, rá legyintett mindenki. Ez ebbe a nagy veszély, hogy ó, már megint visít, kapcsoljátok már ki azt a visító ketyerét, hogy ne zajongjon itt. Hát főleg, ha éjszaka kezd el visítani, és éjszaka hozza a frászt a családra. Emiatt csak a megbízhatóakat szabad megvenni, azt viszont tényleg ajánlanám mindenkinek, aki nyílt tüzelésű bármit használ a lakásában, mert nem egy hatalmas összeg, de egy olyan biztosítékot adhat, hogy ha mégis valami baj van, ki tudja mitől, a varjú beledöglött a kéménybe, vagy nem tudom, bármi adódhat, és visszaáramlik a égéstermék, tökéletlen égés jön létre, termelődik a szénmonoxid, és anélkül, hogy észrevennék, az ott van már a lakásba, és mikor rájönnek, hogy a fejük mitől fáj, mitől szédülnek, mitől rossz a közérzet, lehet, hogy már késő. Egy ilyen szerkezet van, az megfelelő jelzést időben kiadja, és akkor lehet szellőztetni, ki lehet menni a lakásból, ki lehet hívni a szakembereket, megvizsgálják, hogy mitől keletkezhetett, mire kell odafigyelni, mi legyen. Erre elindultak korábbi években már mindenfajta vizsgálatok, és jó tanácsokkal ellátták a állampolgárokat. Hát ki milyen módon igyekszik ezt megvalósítani? Karcagon volt szénmonoxid mérgezés tavaly télen? Volt, csak szerencsére nem súlyos. De előfordulhat bárhol, bármikor. És ennek csak egy része, hogy a kémény tökéletes legyen, azért sokat kell szellőztetni. Mai nyílászárók már elég tökéletesen zárnak, és hogyha folyamatosan a lakás levegőjét használja valamilyen tüzelőfűtőberendezés, vagy éppen jönnek az ünnepek, nagyon sokat fogunk sütni a gáztűzhelybe, a gáz égő a sütő részen sokkal több oxigént fogyaszt a lakás levegőjéből, tehát amúgy is ilyenkor őrületes meleg van, tehát már a meleg miatt sem árt egy kicsit szellőztetni, de a gáz miatt meg még inkább. És hát akkor ide csatlakozik talán a kémények helyzete, hogy a kéményeket is megfelelően rendben kell tartatni. Ugye július óta, ha jól tudom, akkor július óta a kéményseprés a lakosság számára ingyenes. Igen. Mi a katasztrófa védelem hatásköre? Mi az, amit tudhatunk erről a dologról? Erről a kéményseprős történetről, ha lehet így mondani, mik a feladataik? Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Gazdasági Igazgatóságán létrejött egy ilyen igazgatóhelyettesi szervezet, ami ezt a kéménysepréssel kapcsolatos feladatkört átvette. Ő irányítja központilag, minden megyében van egy csoport, annak csoportvezetője, ügyfélszolgálta,
és hát nem baj, ha itt is elhangzik, hogy 1818 az a telefonszám, ami tudom, hogy egy ügyfélszolgálatos telefonszám, és tudjuk, hogy várjon, nyomja az egyes, nyomja a kettes, várjon a kezelőre, stb. Ezt eléggé unjuk, hogyha aki sok ilyennel találkozik, de sajnos csak így tudják biztosítani azt, hogy mindenki elérhesse ezt az ügyfélszolgálatot. És ez a irányítás a helyi katasztrófavédelemnek, ehhez közvetlenül nincs köze. Nálunk a hatósági jogkör van, és mi arra figyelünk oda, hogyha az állampolgár nem ad lehetőséget a kéményseprőnek a tevékenysége elvégzésére, vagy a kéményseprő elvégezte a tevékenységét, de olyan hibakódot jelez, tehát ez a bizonyos egyes hibakód, ami az közvetlen életveszélyt, tűzveszélyt jelent, emiatt eltiltja az állampolgárt a kémény használatától, mert nekünk ezt kell ellenőrizni, hogy vajon betartja-e a szabályt, aztán eleget tesz-e a kötelességének, és megoldja a kéménynek a problémáját. Hát amennyiben nincs, hát egy sokadik lépésként ennek bírság lehet a vége, de nem az a cél, hogy bírságoljunk, hisz nem pénzveszedő szervezet vagyunk, hanem a tűzbiztonságot igyekszünk megteremteni. Hát ilyen erőnek erejével is, hogyha a szükséges. Egyébként tehát valóban ingyenes a sor, úgynevezett sormunka, de ez csak kezdetben ingyenes. Aki a többszöri lehetőségre sem reagál, megfelelően sajnos később pénzbe kerül, mert akkor külön ki kell oda menni. Tehát épp attól sormunka, hogy végig mennek az utcán, és akkor nem kell újból oda vonulni, nem kell nyilván tartani, na még ott kimaradt két lakóház, oda majd visszamegyünk. Kezdetben ez így működik, hogy bedobják az értesítést, aztán lehet egyeztetni időpontot természetesen, ha valaki nem tud otthon tartózkodni a megadott időpontban. Tehát viszonylag rugalmasan működik, de csak egy ideig. Ugye minden, ami rugalmas, csak egy darabig rugalmas, és aztán törik, tehát azért ezt is így kell fölfogni. És jönnek az ünnepek, jön a tél, fokozódik a fűtés, minden, fokozódik a veszély is. És hát tapasztaljuk a statisztikából, hogy azért vannak kéménytüzek. Jönni fog még majd évvégén ugye egy interjúra, akkor mindig meg szoktuk beszélni az ünnepekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Mi az, amit most addig az interjúig így előjáróba tudna tanácsolni a lakosságnak? Ugye hamarosan néhány hét és adventi időszak köszön be. Mik az első és legfontosabb dolgok, amelyekre figyeljenek és készüljenek fel erre az időszakra? Nem tudom, vegyenek-e otthonra kis porraloltó készüléket? Én ezen már régóta gondolkodom egyébként. A gondolatnak szárba kell szökkenni és meg kell valósulni. Tehát valamikor ősidőben, amikor én még fiatalabb tűzoltó voltam, és sokat forszíroztam, és főleg egy időben lehetett kapni egy nagyon ügyes kis kézi készüléket, egy ilyen, mint egy dezodor jóformán akkora volt, de hatalmas, hatású kis tűzoltó készülék volt. Hasonlókat egyébként lehet most is kapni a benzinkutaknál, vagy más helyeken. Nem rossz, ha van ilyen. Ugye olajba, zsírba sütünk a kályha tetején. Van, hogy belobban. A szagelszívó megy fölötte, az még felszippantja a lángokat, begyulladhat az ott lerakódott zsír, a szűrőfilter. Kis apró tűz, viszont hogyha ezt hagyjuk égni tovább, rendkívül kormozó módon ég, és akkor ha több baj nem is keletkezik, nem ég, nem gyullad ki a konyhaszekrénye, és így tovább. De hogy bekormozza a konyhát, és bebüdösíti az egész lakást, vagy az egész házat, hogyha mondjuk emeletes ház vagyunk, az szinte biztos. Az már elég tragédia ünnepek előtt. De hogyha ez tovább fokozódik, akkor meg különösen. Tehát oda kell figyelni mindenképpen, hogy egyik legszebb ünnepre készülve ne bánattal készüljön rá senki, hanem azzal az örömmel, hogy eljön a szép karácsony, egymást megajándékozási lehetőség, gyönyörű karácsony, földíszítve, és hát az adventi koszorú azért kezdetben is veszélyes, hisz gyantás fenyőből készül általában, később meg azért veszélyes, mert kiszárad ez a gyantás fenyő, hisz több hétig tartjuk az adventi koszorút, míg eljön a karácsony, és folyamatosan gyújtjuk rajta a gyertyákat,
hát nem szabad felügyelet nélkül hagyni, mondjam azt, hogy egy pillanatra se. Tudom, hogy nagyon sokszor azt mondja, ó, csak éppen kiugrottam valamiért. Ez a ó, csak kiugrottam éppen, ez sokszor azért egy fél óra, mert a szomszéd asszony csöngetett be, és elfeledkeztem magamról, a koszorú ott maradt. Olyankor sem érdemes magára hagyni ezeket a koszorúkat. Egy a sok ezerhez az esély annak, hogy épp akkor ég le a gyertya, épp akkor borul le. De ha pont ott történik meg, akkor... Megvan benne a ráció sajnos. A valószínűség már csak ilyen, hogy a nulla valószínűség is sokszor egyé válhat. Tehát nem szabad erre appellálni, hogy ó, hát nálunk ilyen nem történik, mindenhol megtörténhet. És én tényleg kérek is mindenkit, hogy figyeljen oda jobban. Ne kelljen a tűzoltóknak ilyen ne kelljen együtt karácsonyozni ilyen. A tűzoltókkal. Mindenki a saját tűzoltójával karácsonyozzon lehetőleg, és ne egy csapatnyi tűzoltóval. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Addig is további jó munkát kívánok. És köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Kérem, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőket, Molnár Pállal, a Vázsonosság vezetőjével beszélgetünk, hiszen a Kossuth Lajos utcán munkálatok zajlottak. Mi történt itt? Így van, a Kossuth Lajos utca és a Szívút kereszteződésében található a 2.0-as csatornának az egyik szakasza, amely a város belvízmentesítését végzi. De olyan közel építették meg annak idején a csatornának a nyomvonalát, hogy a itt található épületeknek az alapját már veszélyeztette a kutatások során a földomlás. Ezért kénytelenek voltunk megerősíteni, egy 100 méteres, pontosan 110 méteres szakaszon beton elemekkel béleltük ki ezt a csatorna szakaszt. Ez egy főgyűjtő, tehát ide azért nagyon sok víz jön a város több részéről. Így van, a városnak körülbelül egy ötödéről ezen a csatornán történik meg a belvízmentesítés, innen kerül átemelése a Vörösőrházi szivattyú telepére az egyes számú belvíz csatornába. Ezért is nagyon fontos, hogy ez a csatorna mindig legyen rendben. Így sokkal könnyebb is lesz rendbe tartani, mert a növényzet és a földomlások nem fogják lassítani a vízáramlását, valamint a itt található épületek is sokkal nagyobb biztonságban vannak. Milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani? Ez 100%-ban a START munkaprogram, a közmunkaprogram egy részének, a belvíz mentesítési programnak a részéből sikerült megvalósítani. Lesz-e még valahol hasonló beruházás? Természetesen a városban több helyen is folynak hasonló beruházások. Nyilván nem ilyen nagy átmérőjű csatorna szakaszokról van szó, kisebb, és főként zárt csatornákat építünk. Ezek a csatornaelemek egyébként olyan nagy méretűek, hogy külön gépet kellett, külön darab kellett erre a darozásához bérelni. Darabonként ezek 2,5 tonna súlyúak, tehát ilyen nagy csatornaelemeknek a elhelyezése nem lesz több most ebben az évben. Bízom benne, hogy ezt a megkezdett munkát a következő évi programok terhére, ha lesz ilyen pályázat, akkor tudjuk majd folytatni. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Köszöntöm nézőinket, a Csokonai Könyvtárban egy nagyon hangulatos este vagyunk túl, melyen a Körömvilág Együttes közreműködött Kocsis Csabával beszélgetünk. Először is magyarázzuk meg a névválasztást, hiszen ezért a Körömvilágról mindenkinek egy gyógynövény jut eszébe. Innen a választás, vagy valami más oka volt? Hát azért, mert a körömvirág a gyógynövények között is egy sokoldalú gyógynövény, tehát azt szoktam mondani, hogy a körömvirág gyógyír a testnek és gyógyír a léleknek, és én azt gondolom, hogy a versek vagy a megzenésített versek ugyanezt a célt szolgálják. Itt azért nagyon sok ismerős dalt is hallottunk öntől, de azért hangzottak el újak is. Énekmondónak tartja magát, mi azért a körmendülős írótáborban sokszor találkozunk, tehát azért íróként is ismerem. Milyen érzés Karcagra jönni, hiszen itt azért sokszor lépett már föl? Én nagyon szeretem. Talán azért is, mert Körmendi Lajos
volt az, aki egyengette és segítette a pályámat, de mindenféleképp az a szemlélet, azok a kun emberek, akikkel találkozunk, akik szeretik a szülőföldjüket, van egy identitásuk, ez azt gondolom, hogy példa lehet más település részeknek, vagy mi bihariak ugyanilyen kunok, kunfajták vagyunk, csak nem vagyunk annyira vágott szeműek, de azt gondolom, hogy ugyanazt érezzük, amit ők. Itt azért voltak óvodások, voltak nyugdíjasok, de ezzel a jó kis műsorral minden korosztályt megtaláltak, tehát én azt néztem, hogy a picik is ugyanúgy élvezték, és nem lankadt a figyelmük egy perce sem. Biztos, hogy összeszokott a csapat, mutassuk be az együttes tagjait. Hát 104 körös Beáta az, aki könnyű zenével, alternatív könnyű zenét énekelt korábban, vagy a Spam együttesben írzenét énekelt, amiben én is egy 2-3 alkalommal besegítettem, őt onnan ismerem. Ifjabb Micura Károlyt, őt úgy került látóképpen, hogy egy régi cigány műsoromat újítottam föl, és a cigány költőkhöz úgy gondoltam, hogy legyen egy roma is mellettem, aki muzsikál, még ha magyar zenét is, de azt gondolom, hogy ezeknek a verseknek a képi világa, ez fogyasztható, és nem az a lényeg, hogy roma versek, hanem az a lényeg, hogy jó versek, és ugyanez igaz a korosztályra is. Tehát az, hogy jó vers van, vagy rossz vers van, költők között is megoszlanak a vélemények, hogy vannak gyermekversek, meg felnőtt versek, és talán ezért volt érdekes most először használtuk a Csoromfehér címet a műsorunknak, hogy ez a Markó Béla vers, ez egy gyerekkötetből való, de ahogy a monográfus, a Elek Tibor írja, hogy ez bármelyik felnőtt kötetbe megállná a helyét. Én azt gondolom, egy kicsit meg is lepődtünk, hogy gyerekek is voltak, hogy le a kalappal előttük. Tehát ez a hatodikos korosztály azért, hogy így ilyen figyelemmel végülje ezeket a verseket. Igyekeztem a ő tudásanyagokhoz igazítva egy-egy utalást tenni, hogy mégis azért korban, térben, időben helyezzék el ezeket a verseket. Nekünk ez nagy öröm, hogy egyáltalán köszönjük a Csokonai Könyvtárnak, hogy gondoltak ránk és meghívtak. És az reméljük, hogy még lesznek új könyvek is, hiszen azért itt elhangzott egy fél mondat, hogy most jelent meg, és most készül, tehát azért alkotóként is beszéljünk arról, hogy mi készül most. Hát most jelent meg a könyv, hétre jelent meg a Kiskutya a Sötétben című gyermekkötete. Hát ezt olyan 10 éves korig tudom ajánlani. Tehát ebben is vannak olyan versek, hogyha lesz felnőtt kötetem, biztos, hogy abba is meg fogom jelentetni, mert azt gondolom, hogy minden korosztály számára fontos. Ez talán annyiban érdekes, hogy ez nem született volna meg, hogyha lányom 10 éves korában nem rajzol, és akkor ő most tanítónak tanul, és ezekre a rajzokra készítette. Írtam ezekre a verseket. Ezek beszédes című versek voltak tulajdonképpen. Tehát az adta azt, hogy miről fog szólni a vers, azt öltöztettem föl, az ment tovább, és a Szép Halom könyv műhely ezt megjelentette, és most lesz pénteken a Berettyói falui debütálása könyv bemutatója. A könyv héten is bemutattuk, de most ez egy másabb lesz. És hát azért azt is áruljuk el, hogy Bereki táborban résztvevők alkotásai is hangzottak el. Volt, aki már ismerte, volt, akinek újdonságra jévelhatott. Hogyan értékeli a mostani írótábort? Hát én azt gondolom, hogy nagyon szép és nagyon jó írótáboron vagyunk túl. Az biztos, hogy nagyon szomorú mindegyik írótáborunk. Legalábbis emlékezéssel kezdjük Görmendi Lajos sírjánál, de hogy mondjam, van egy égi asztal, ahol egyre többen ülnek. És most is azért, most Olály János volt, aki búcsúzott szinte az összes közeli Kisújszállásról, Szenti Ernő, Törökszent Miklósról, DNS Eszter eltávozott. Nem is mondom, mert hosszú a sor, de azon vagyunk, hogy mindig megemlékezünk róluk. Azt szokták mondani, hogy egy ember addig él, ameddig szeretik. Én azt gondolom, hogy Görmendi Lajos 10 esztendeje ment el, már több mint 10 esztendeje elment. Most lett volna 70 esztendés az ide, és mi szeretnénk, hogyha ha most már 10 év után valakinek, aki elment, lehet lehetséges szobrot, vagy valami emlékhelyet állítani.
mi megemlékezünk a táborral mindig Körmendel és Olasírnál, de azt gondolom, hogy Karcagon is szeretik annyian Körmendi Lajost, hogy egy ilyen kezdeményezésnek nem állnának útjába, hiszen egy kiváló szoprászművészük van, a Györfi Sándor, a Munkácsi díjas, szerintem ő se zárkóznál egy ilyen feladat elől. Hát ez majd akkor ki fog derülni, és akkor reméljük, hogy mi önökkel is, a Körömvirág együttessel is sokat fogunk találkozni Karcagon. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Dr. Fazekas Sándor főmérnöki miniszter úrral beszélgettünk ebben a gyönyörű időben a lovasnapokról és a lovas hagyományokról, hiszen a megnyitójában is erre helyezte a hangsúlyt, hogy mennyire fontos, hogy ezek a hagyományok tovább menjenek. A magyar lófajták bemutatkozása jegyében zajlik a 21. karcagi lovasnap, de van traktorverseny, gyermekprogramok, a konyhakerti mozgalomnak a eredményhirdetése is itt lesz hamarosan. Igazi csodálatos őszi időben kellemes és hasznos itt lenni. Én bízom benne, hogy sokan jönnek, már most is nagyon komoly a részvétel. Én nem is tudom, az elmúlt évekhez képest szerintem rekordszámú látogató van jelen. És hát azt is reméljük, hogy rekord lesz a versenyekben is, hiszen azért vannak visszatérő versenyzők, és vannak új versenyzők is. Komoly mezőny van, a bajnokság szempontjából is ez egy jó alkalom, hát bízom benne, hogy karcagi siker születik. Reméljük, hogy így lesz, és a traktoros verseny az viszont egy kuriózum, tehát biztos, hogy jó ötlet volt ezt 3 évvel ezelőtt elkezdeni. A mezőgazdaságban is születnek rekordok, és vannak önálló versenyszámok, nem is gondolnák sokan, hogy a fadöntő versenytől kezdve a traktoros versenyeken keresztül a legkülönbözőbb programok, sportágak vannak kialakulóban. Hát én is gondolkoztam már azon, hogy mit hozhatnánk ide Karcagra, de szerintem ez a mezőgazdasági kultúrához ez a verseny a legjobban illeszkedik. Kenderesen szántóverseny, itt most traktorverseny, úgyhogy megvan a különböző megmérettetésekhez is a terület. Reméljük, hogy itt tényleg mindenki eredményesen fog szerepelni, és egyébként hogy látja, hiszen itt látjuk, fiatalok jönnek, családok jönnek, mennyire van utánpótlás ezekben a sportágokban? Hát alig látok az idősebb korosztályból résztvevőket, ők inkább nézők, megvan az utánpótlás a mezőgazdaságban is, lehet, hogy kisebb létszámban lesznek gazdálkodók, és több alkalmazott, tehát a közép birtok, a középosztály irányában mozdul el a mezőgazdaság, és hiszen van egy olyan életkép, versenyképes birtokméret, ami el tud tartani egy családot alkalmazottakkal együtt. Ez olyan 3-400 hektár környékén van a mi vidékünkön, hogyha valaki ügyes és intenzíven tud termelni, sőt fel is dolgoz valamilyen szinten, értékesít, és akkor tisztes megélhetéshez tud jutni ebből a terület mértékből is. Én úgy látom, hogy az elmúlt években a gépesítettségben is sikerült előrébb lépni, egyre modernebb gépeket láthatunk, a számítástechnika is tért hódít, és ez lehetővé tesz, hogy olyan fiatalok, akik a modern megoldások iránt érdeklődjenek, a mezőgazdaságban is megtalálják azt, megtalálják a megélhetésükkel együtt. És azt gondolom, hogy amikor a kinti határmunkák után van egy ilyen verseny, az mindenkire pozitívan hat. Igen, szerintem ez szívet, lelket gyönyörködtető dolog, meg kettcsináló is. Én mindig hallottam, hogy akik a lovasokat nézik, gondolkoznak, hogy a gyereküket megtanítatják lovagolni, és akik a mezőgazdaság iránt érdeklődnek, akár a közelmúltban a tök szüretnél, a tök betakarításánál, akár itt, ahol a traktorok mozognak, biztos, hogy kedvet kapnak majd, és olyan iskolát választanak, ahol ezeket a szakmai fogásokat el tudják sajátítani. Egyébként a mezőgazdasági szakképző intézményekbe még 2010-ben mintegy 5000-en jelentkeztek, 5000 gyermek iratkozott be az első évfolyamra, most ez a szám már 6200-nál tart, tehát egy ugrásszerű bővülés van, és én bízom benne, hogy ez folytatódik az elkövetkező időszakban. Reméljük, így lesz, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket a karcagi lovasnapokon, Dobos László polgármester úrral beszélgettünk. 21. alkalommal is sok versenyző eljött, és a traktoros versenyre is sokan neveztek. Számítottunk erre, hogy ilyen népszerű lesz ez a verseny?
Hát mindenképpen igen, hiszen a versenyzők körében is egy kis rövid közvéleménykutatást tartva arra következtetésre lehet jutni, hogy ők is számítanak erre a karcagi versenyre, és nagy örömmel jönnek, hiszen megítélésük szerint is a pálya és az akadályok is kiváló módon vannak előkészítve, és ez egy versenyző számára, lovak számára nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen terepen mérhetik össze a tudásukat. És úgy gondolom, hogy az időjárás felelős is nagyon jól dolgozott, hiszen remek, jó, száraz, napos idő várható mai napra, így akik szeretik a lovasportot és az lovasnaphoz kapcsolódó egyéb rendezvényeket, azok bátran és örömmel látogatnak ki erre a rendezvényre. Itt láttuk, hogy vannak visszatérő versenyzők, és minden alkalommal jönnek újak is, akik fontosnak tartják, hogy Karcagon is versenyezzenek. Hát ennek is örülünk természetesen. Az egyik, ha többször jön valaki vissza, az azt jelenti, hogy meg van elégedve az itteni körülményekkel, és nyilván az ő reklámhatásukra érkeznek fiatalok, meg egyébként is nyilvánvalóan a feltörekvő nemzedék is szeretné megmutatni a tudását. A lovasnapoknak egy másik rendezvénye, a másik pályán a traktoros verseny, ami itt azért kuriózum, a környéken nincs ilyen. Sikerült ezt a versenyt is elindítani, és ezzel is színesíteni ezt a lovasnapot, illetve a korábbi években is már volt ez, hiszen harmadik alkalommal kerül megrendezése a mai napon a traktoros verseny. Nyilván a lóerőknek is kell lehetőséget biztosítani, hogy megmutassák magukat, és az azokkal dolgozó emberekben is megvan a versenyszellem. Még nincsen vége a mezőgazdasági szezonnak, de azért már kifele haladunk belőle, és ilyenkor örömmel mutatják meg a fiatal traktorosok a tudásukat. Itt látjuk azért, hogy sokan családokkal jönnek, kisgyereket tolnak babakocsiban, tehát tényleg egy családi napnak is lehet a mai napot nevezni. Hát olyannyira, hogy itt aztán minden történik, itt repked például egy labda a közelünkbe, úgyhogy remélem, hogy a kamerát nem fogja eltalálni a fiatal ember, de viccet félretéve valóban nagyon sok minden olyan dolog van, ami ide csábíthatja a családokkal, a kisgyerekekkel kilátogathatókat, mert hát azért még van itt a Magyarország legszebb konyhakertjei díjátadása, kutya bemutató, különböző játékok állnak a gyermekek rendelkezésére, és nagyon finom falatokat is kóstolhatnak, akik úgy gondolják, hogy is szeretnék elkölteni az ebédjüket, vagy az uzsonnájukat, vagy az estebédjüket. Akkor minden adott ahhoz, hogy ez a mai nap jól sikerüljön. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, és örülök annak, hogy továbbra is valóban vannak nagyon sokan olyanok Karcagon, akik elsősorban a lovasportot a szívük csücskében rejtik, és áldoznak azért sok mindent, hogy ez tovább fejlődjön és megmaradjon mindannyiunk örömére. Köszönjük! Köszönöm a lehetőséget! Köszöntöm nézőnket, Teleki Zoltánnal beszélgettünk, hiszen egy nagyon szép eredményt látunk itt az ön kezében. Legutóbb arról beszélgettünk, hogy megy erre a bizonyos versenyre, aminek az eredménye itt látható a kezében. Mi is volt ez a verseny pontosan? Én is köszöntöm a nézőket. A tegnapi napon Mezőhegyesen az első magyar lótenyésztési napok keretében került megrendezésre a magyar lovak részére kért 130 cm-es országos döntő, ahova az országból 10 ló minősült, erre a versenyre csak minősülni lehetett, 125 cm vagy magasabb, minimum 3 hibátlan pályát kellett teljesíteni évközben ahhoz, hogy a döntőn valaki elindulhasson. 8-an álltunk rajthoz végül is a bejutott lovak közül. Egy kétfordulós versenyszám volt, ami egy nem mindennapi verseny, ahogy a döntőket megrendezik, volt egy A és egy B pálya, két komplett 130 cm-es pályát kellett lovagolni, és a két fordulót követően egyetlen egy dupla hibátlan lovaglás született, és a második helyért pedig 2-4 hibapontos teljesítmény volt. Az egyik Szotyoni Nagy Kristóf egy Gidrán Mitok nevű lóval, a másik pedig Jó Magam Kabalával, és a második hely eldöntésére egy újbóli összevetés megrendezésére került sor, ahol szintén hibátlanul lovagoltam, viszont az ellenfelem is hibátlanul lovagolt, és 4 másodperccel jobb időt lovagolt, így a harmadik helyre kerültünk, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, hiszen a legfiatalabb ló volt Kabala a mezőnyben, a Karcagi Kunlovard által tenyésztett ló, ami 7 éves, és 11-12-13 éves lovakkal versenyeztünk.
ahogy itt hallgattam a centimétereket, így 5 centivel magasabb számot hallottam, mint amivel minősültek, de akkor ezek szerint Kabala ezt is simán vette. Igen, hát évközben arra már figyeltem, hogy legalább olyan szintű pályákat, vagy nagyobb pályákat is lovagoljak tapasztalatszerzés, rutinszerzés céljából a lóval, mint ami a döntő lesz. 4 135 cm-es pályát is lovagoltunk már évközben, illetve több 130 cm-est, és úgy gondolom, hogy tudatosan készültünk erre a versenyre egész évben, és nem volt hiába való. Természetesen sok mindenki munkája áll emögött, az eredmény mögött, ez nem csak nekem köszönhető és a lónak, hiszen mindig el szoktam mondani, a lónak van egy tulajdonosa, aki biztosítja a feltételeket, a karcagi kullovarda, vannak kollégáim, akik a lovat gondozzák, napközben ápolják, az edzőm, a Mátai Ménes vezetője, Szladek Róbert, aki iránymutatásai alapján minden heti többszöri edzéssel készülünk a versenyekre, és ez egy csapatmunka, és a csapatmunka eredménye testesült meg most ebben a szalagban és ebben a plakedben. Itt említette, hogy háromszor is rajthoz állt, aki emiatt, hogy hát ha sikerül a második hely, de ez a 4 másodperc ilyenkor az ember mit érez, hogy 4 másodperc, tehát az valami szörnyű érzés lehet ott, nem? Én, mivel első összevető voltam, én nem tudtam, hogy az ellenfelem majd hogyan fog menni, és nyilván én egy dologra törekedtem, hogy egy szép hibátlant lovagoljak, ami a lóba is jó élményt hagy, illetve lovas szakmai szempontból is, és úgy gondolom, hogy ez sikerült, és mivel egy fiatal lóról van szó, mindenképpen erre nagyon kellett vigyázni, hogy már a harmadik pályán a ló, hiszen már azért a fáradtság akkor jobban jelentkezik, hogy jó élménnyel jöjjön le a pályáról. És úgy gondolom, hogy ez sikerült, és nyilván egy sokkal rutinosabb páros, egy 5-6 évvel idősebb ló, ami sokkal nagyon magasságokon megy, mindent kockáztatva, tudva, hogy én hogy mentem már előtte, könnyebb helyzetben volt egy picit, de én úgy gondolom, hogy nem lovagoltam volna másképp, ha másodjára indulok, akkor sem. Igen, tehát azért önt ismerve nem hajszolta volna bele Kabalát a minden áron való győzelembe, hiszen beszéltünk már erről többször, hogy önnél azért a ló az első számú, akinek minden rezdülését figyelembe vesz. Igen, hát a nagy kockáztatásokból nagy baj is történhet ezen a magasságon már, ugye egy 130 centi vagy a fölötti magasságon lovagolni az már nem olyan, mint a 100-110 centi vagy a 120 centin. Itt a legapróbb tévedésből is már nagy hibák következhetnek be. Hát akkor most egy pici pihenő, gondolom. Idén már nem tudom, hogy lesz a verseny, de akkor jövőre ezt gondolom, hogy újból megpróbálják. Lehet menni újból, vagy ugyanúgy meg kell szerezni a minősítés lehetőséget? Minden évben újból kell minősülni, de nincs pihenő, hiszen készülünk, kezdődik a fedeles szezon, és október 26-27-28-án egy holland edző által tartott edzőtáborba veszünk részt a Hortobágyon, azt követően november első hetében Kaposváron egy másodszintű edzői vizsgát fogok tenni, ahova szintén a Kabalát viszem, és novembertől pedig a fedeles szezon kezdődik, és ott szeretnénk eredményesen szerepelni, és úgy megalapozni a fedeles szezonban a lóálló képességét, ügyességét, hogy a következő szabadtéri szezonban ismét följebb tudjunk lépni. Hát akkor én azt kívánom, hogy sok szép hasonló, legalább harmadik helyet, meg esetleg még föntebb is a dobogon, és akkor majd visszatérünk, hogyha újabb eredmények lesznek, és gondolom, hogy Kabala megkapta a jutalmát, hiszen a mai versenyt éppen az ő kímélése szempontjából nem vállalta be a karcagi lovasnapokon. Így van, úgy volt, hogy indulok itt a legmagasabb számba, de mivel a tegnapi nap 3 nagyon nehéz pályát teljesített a ló, és úgy gondolom, hogy a mai nap mindenképp pihenőre van szüksége. A jövő karcagi lovasnapokon valószínűleg majd rajthoz állunk, hogyha nem lesz ilyen sűrű a program. És igen, hát a Kabalára nagyon vigyázunk, a répa adagját megkapta tegnap is, és ma is, ami jár neki. Én azt gondolom, hogy ezt most megbocsátja önöknek itt mindenki, hogy nem indulnak, hiszen ez egy nagyon szép eredmény, ami kárpótol bennünket ezért, hogy nem láthatjuk Kabalát ma futni. Én még egyszer gratulálok, és hasonló szép eredményeket kívánok. Köszönöm szépen. Szepesi Tiborral, a Déli Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk. Itt mögöttünk gyerekek már fociznak, igazi családi nap lett ez a mai.
Igen, nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy az év utolsó ilyen gyönyörű, napsütéses és valóban kellemes környezetben eltölthető vasárnapja lehet a mai nap. Azt gondolom, hogy itt mindenki talál programot, hiszen a legszebb konyhakertek átadásától kezdve a lovas versenyen, a traktoros versenyen sok-sok minden vár itt mindenkit. Hogyan látja, mennyire jönnek vidékről és mennyire érdeklődnek a családok ezután a rendezvény után? Én azt gondolom, hogy elsősorban természetes, hogy a karcagi családokat, a karcagiakat szeretnénk kiszolgálni ezzel a rendezvénnyel, de tapasztalat az, hogy igen, most már vidékről is és egyre nagyobb távolságokról érdeklődnek a karcagi versenyek, a karcagi rendezvények iránt, úgyhogy én azt gondolom szétnézve, hogy nagyon sok vidékit is láthatunk itt a rendezvényen. Reméljük, hogy karcagi sikerek is fognak születni azért, hiszen egy picit tegyünk hazahajlók, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy mai nap jól sikerüljön, és reméljük, hogy jövőre is lesz 22. lovasnap. Bízunk benne. Ahogy mondtam is, hogy elsősorban a karcagiak kerülnek díjazásra, hiszen a legszebb konyhakertek programban ugye a karcagi díjátadás van. A traktoros versenyben a karcagi versenyzőket és karcag kistérségi versenyzőket vártuk és az ő nevezésüket fogadtuk, tehát mindenképpen karcagiak kerülnek díjazásra. És ami nagy öröm, hogy a díjugrató versenyszámban is most már vannak fiatal karcagi versenyzők, még ha Teleki Zoltán a tegnapi nagyon sikeres magyar bajnok, aki versenyszám után, ahol ugye említsük meg, hogy bronzérmet szerzett. Sajnos nem tud részt venni a mai versenyen, hogy a ló olyan állapotba került, hogy nem szabad túlterhelni. Tehát vannak karcagi versenyzők, és biztos vagyok abban, hogy karcagi sikerek is fognak születni. Reméljük, így lesz. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Véget ért a traktoros verseny, miniszter úr átadta a díjakat. Itt tényleg nagyon szép sikerek születtek. Egy picit ugyan hangos volt a verseny, de érdemes volt ki itt maradni. Imponáló volt az a tudás, amit itt a karcagi nézők láthattak a karcagi traktoros verseny résztvevőitől, hiszen centi pontossággal álltak be, fordultak meg, fékeztek és indultak a versenyzők. Mindenképpen érdemes eljönni, jövőre is lesz egy ilyen megmérettetés, hiszen itt a szakmának, a mezőgazdaságnak a fortijait mutatták be a zömmel fiatal versenyzők. Ez azért is hasznos, mert a ló az ma már a mezőgazdaságban minimális szerepet játszik, inkább a lovaglás, a hobbi része, a természetjárásak a része, a traktor pedig a mindennapoké, és tényleg itt egy nagyon magas színvonalú traktoros verseny volt. Látszik, hogy még itt vannak a gépek, különböző korokból, különböző traktorok. Látszik az is, hogy a mozgékonyság az egy fontos szempontot játszott, hogy fontos szempont volt, hogy a versenyzők melyik típust válasszák. És hát az életkor tekintve is változatos volt, hiszen a legfiatalabb versenyző még épp 17, az idősebbek azért már rutinosak. Hát az idősebbek is fiatalok, és a megújulást is kifejezik. Vannak nagyon komoly technikával rendelkező gazdaságok, de látszik az is, hogy a kis és közepes gazdaságban is megvannak a megfelelő eszközök a föld megműveléséhez. Azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, és akkor reméljük, hogy jövőre is ilyen sokan eljönnek. Ma a karcagi lovasnapon a csúcsponton legalább 2000 ember volt kint a zuglógelben. Most már a verseny vége fele vagyunk, de azért még több százan jönnek, mennek, mozognak, vásárolnak, szórakoznak, és ez így jó. Egyik legszebb őszi programunk. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dániel Csabával, a traktoros verseny főszervezőjével és ötletgazdájával beszélgetünk. Egy picit már megnyugodott, hiszen meg volt a díjátadó, hogyan értékeli a versenyt. Nagyon jó verseny napnak néztünk elébe, jó idővel is nagyon szép verseny lett, szép eredményekkel, bátor, ifjú fiatalokkal. Igen, tehát épp azt beszéltük miniszter úr, hogy nagyon sok volt a fiatal, egyre bátrabbak, és hát gondolom ők is egyre felkészültebbek, és rájuk merik bízni ezeket az értékes traktorokat. Nyilván azért gépész emberek, tehát hozzá kell tenni, hogy olyan helyen végeztek, ahol gépész végzettségük van. Nyilván megvan innestől kezdve végzettség, innestől kezdve van munkahely, családi gazdaság, cégek kinek hol, és azért a cégek is jó néven veszik, hogyha egy-egy olyan dolgozót alkalmazhatnak, aki fiatal is, még tud is valamit, és nyilván versenye meg eredményesen végzett. Hány induló volt ma? 16 induló volt összesen, 3 kategóriába, pluszba egy versenyszámot hirdettünk még, az arról nem tudott senki, olyannyira nem, hogy még mi Kósa Zoli szervező kollégámmal együtt sem, idő adta egy traktor pótkocsival, egy ügyességi pályán is plusz betulató verseny, jó sikerült, hál' Istennek, úgy érzem a rendezvény.
és hát ahogy mi is néztük, volt a rendes első futam, utána volt a gyors, amikor tényleg mindenki felszabadultabb volt, és jobban mert kockáztatni. Igen, azért az első futam az arról szólt, hogy lássuk meg, hogy ki mennyire ügyes, ki mennyire taktikus. Gyakorlatilag ezekben a gépekben nem látni ezeket az apró bójákat, érezni kell. Aztán úgy döntöttünk, hogy még a másik versenyszámba tolunk 10-10 centit kijebb is, és ott már azért felszabadultabban jobban érezték persze. De akkor reméljük, hogy jövőre is lesz traktoros verseny, és akkor az ifjú titánok, hiszen most azért hallottuk, hogy a legfiatalabb az 17 éves volt, akkor ők is jönnek és színesítik ezt a versenyt. Igen, polgármester úr megígérte, én csak azt őt szavait tudom tovább hozni. Igen, valószínűleg jövőre akkor meg lesz a negyedik traktoros verseny, és várjuk a még ifjabb titánokat a versenyre. És a legifjabb titán volt a legügyesebb a harmadik versenyszámba. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Köszöntöm nézőnket, a Kóthén úti óvodában vagyunk, és Balajti Nősítő Margit tagintézmény vezetővel beszélgettünk először, és ebben a minőségében, hiszen korábban a Szim óvodában találkoztunk, még most beszélgettünk először. Meglepetés is volt számomra, hogy nem a Szimben találkozunk. Mi lesz a mai program, hiszen már gyülekeznek a legkisebb óvisok? Igen, ma lesz a Csipet csapat, kiscsoportos gyermekeknek a köszöntője. Ebben az óvodában már hagyományá vált, hogy minden évben megrendezik az új gyermekeknek a köszöntését, és most erre az alkalomra készülődünk nagy-nagy izgalommal a gyerekekkel. Hány gyermek kezdte szeptember 1-én az óvit? 33 kisgyermek kezdte az óvodát ebben a nevelési évben, és 5 csoportban. Tehát gondolom, hogy mindenki készült a mai napra, hiszen azon kívül, hogy a piciket köszöntik, egy kis műsor is lesz. Milyen műsorral várják majd az érdeklődő szülőket? Igen, 2 műsorunk lesz, 2 tehetséggondozó műhelyünk mutatkozik be. Az egyik az Iglice, ő egy zenei tehetségműhely, és a másik pedig a Palánta, ők pedig egy gyermektánc, néptánc tehetségműhely, és ők fogják köszönteni a kis csoportos gyermekeket. És mik a tapasztalatok, hiszen azért már másfél hónapja járnak a kicsik, megszokták már az óvodát? Igen, nagy örömünkre megszokták, igaz, néha még előfordul reggeli kis pityergés, de nagy örömünkre igen, megszokták az óvodai életet. Hát akkor reméljük, hogy nekik is lesznek sikerélményeik, és akkor eredményes tanévet kívánunk Önöknek erre a tanévre. Nagyon szépen köszönjük, bízom benne, hogy úgy lesz. Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a francia delegáció tagjai nagyon jól érezték magukat, és gondolom, hogy az önkormányzat is szeretné még szorosabbra fűzni ezt a meglévő kapcsolatot. Természetesen hagyományosan jó kapcsolatunk van a francia testvértelepülésünkkel, Longóval, és nagyon-nagyon örülünk, hogy fiatalok látogattak el arról a településről városunkba, hiszen ez a célunk, hogy nem csak a németek és a lengyelekkel tartsuk a fiatalok révén ezt a összekötő szálat kapcsot, hanem a francia településsel is hasonlóképpen tegyünk. 23 fiatal érkezett 4 kísérővel. Én úgy gondolom, hogy igen gazdag programon vehettek részt, és elsősorban karcagi fiatalokkal találkoztak, ami kifejezetten jó, hiszen még szorosabbá lehet tenni így a közöttünk lévő kapcsolatrendszert. És hát a sportba is bekapcsoltak, hiszen nem csak a város nevezetőséggel ismerkedtek meg, hanem a városban lévő foci tornán is részt vettek. Hát olyan szerencsés helyzet volt, hogy éppen egy megrendezett foci torna kellős közepébe csöppentek be, és hát bevállalták azt, hogy ők is akkor résztvevői lesznek ennek a tornának. Ennek őszintén örültünk, hiszen ezzel színesítettük, gazdagítottuk a programot, és hát kíváncsiak voltunk, hogy a híres francia labdarúgás hogyan alapozódik meg. Néhány tehetséges fiatal láthatunk itt a pályán. Reméljük, hogy akkor hosszú távon is gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat, és újból esetleg a középiskolák is felveszik a kapcsolatot a város mellett. Hát ez a tervünk és a célunk valóban, hogy a fiatalok találkozzanak, ismerkedjenek, teremtsenek kapcsolatokat egymással, és bár a távolság nem csekély, de a mai világban már ezek leküzdhetőek. Így szeretnénk erősíteni a testvérvárosi kapcsolatunkat.
akkor én ehhez sok-sok pályázatot kívánok, hiszen azzal valószínűleg egyszerűbb megvalósítani ezeket. Hát ez így van, ez is egy uniós pályázaton keresztül valósult meg, és örülünk, hogy partnerek voltak a francia szervezők is, és azok az emberek, akiken sok múlik, hogy az a kapcsolat minél szélesebb körül legyen, és minél szorosabb legyen. Hogyha ilyen pályázati lehetőségekre van alkalma és mód, azt nyilván megragadjuk, és ezzel próbáljuk tovább szélesíteni a kapcsolatrendszerünket. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Köszöntöm nézőnket a Győr Fisán Katolikus Általános Iskolában. Hamarosan kezdődik egy rendezvény, éppen igazgatónővel Kovács Miklósnéval beszéltük, hogy eddig Fecskeavató volt a neve, most viszont más a neve, mi is pontosan az elnevezése, és mi lesz ma? Ez az első keresztény családi napunk, ez ebben az évben kerül először megrendezésre. Természetesen hozzákapcsoltuk a hagyományos rendezvényeinket, így a fecskeavatót, a szüreti mulatságot, a hulladékgyűjtés eredményhirdetését, de új tartalommal is bővül, hiszen mint ahogyan itt a hátam mögött lehet látni, egy új közösségi teret avatunk a mai napon, amely a gyerekeknek a szórakozására, készség-képesség fejlesztésére szolgál majd az elkövetkezendő időkben. Itt látunk játszótéri elemeket, látunk egy fedett részt, ahol lehet esetleg kisebb csoportos foglalkozásokat is tartani. Hogyan sikerült ezt megvalósítani? Ez a alapítványnak a támogatásával, az iskolának az alapítványának a támogatásával, 1,5 millió forint értékben támogatta az alapítvány az udvarnak a kialakítását, illetve a fenntartó 800 000 forinttal járult hozzá a játékoknak a kialakításához. Én is rácsodálkoztam erre az udvar, hogy milyen nagy, hiszen azért ez még tavaly nem volt ennyire rendezett. Azt gondolom, hogy ennek a gyerekek is örülnek, hogy egy nagyobb teret kaptak itt a szünetekben, egy kis kergetőzés. Igen, valóban mi is csodálkozva néztük, amikor megláttuk, hogy milyen hatalmas tér áll itt a rendelkezésünkre. A városgondnokságnak a szakemberei segítettek bennünket ebben, hiszen ők mérték fel, hogy melyek azok a fák, amelyektől meg lehet szabadulni, hiszen itt nagyon sok fa volt a háttérben. Aztán a játékoknak megfelelően alakítottuk a teret, illetve az, hogy megfelelően árnyékolva legyen majd a napos időben a tér. Beszéltünk már a fecskeavatóról, hiszen nem biztos, hogy minden nézőnk tudja, hogy mit is jelent ez. Mondjuk el, hogy mit akar ez a kifejezés. Ilyenkor szeptemberben az első kis fecskéinket, az elsősöket avatjuk. Hivatalosan is az iskolánk tagjaival fogadjuk őket. A szeretet és tudás fájánál volt ez korábban, most az időjárás egy kicsit közbeszól, meg itt van a hátunk mögött ez a csodálatos tér, és úgy gondoltuk, hogy itt sorakoznak fel, és a nyolcadikosok hagyománynak megfelelően itt avatják őket tulajdonképpen az iskolánk tagjaivá. Elmúlt egy hónap, tehát azért már lehet látni, hogy hogyan is vették az első akadályukat a kicsik, mik a tapasztalatok. Örömmel számolhatok be róla, hogy minden kis első osztályosunk beszokott, örömmel járnak iskolába, erről hangot is adnak többször. Amikor ide jönnek, akkor például szaladnak elébe, és mondják, hogy mondok én neked valamit, szeretek ebbe az iskolába járni. Azt gondolom, hogy ezért érdemes itt tanítani, és hát reméljük, hogy 8. év végén is ugyanígy fogják majd mondani a kicsik. Én sok-sok játékot és sok-sok hasznos foglalkozást kívánok itt önöknek ezen a megújult udvaron. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, a közelmúltban rendezték a második Nagyszentesi Lajos emlékversenyt a témával kapcsolatban. Háttér című magazin műsorunk mai vendége Ferenczi Sándorné kutyakiképző. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Ferenczi Sándorné, a Karcagi Kutyaiskola vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm a tévénézőket. Ica néni, azért hívtuk ma meg egy stúdióinterjúra, mert a közelmúltban egy versenyt szerveztek itt Karcagon, a második Nagyszentesi Lajos emlékversenyt. Menjünk egy picit az előzményekig vissza, hogyan szervezték meg ezt a versenyt, mi volt ennek az előzménye, ki is volt Nagyszentesi Lajos, hogy egy versenyt rendeztek az emlékére? Hát Nagyszentesi Lajos egy nagyon jó régi kutyás barátunk is volt, a
68-as években segített alakítani a Karcagi Egyesületet, és attól kezdve nagyon népszerű, rendes kutyás ember volt. Hát ő is igazi munkakutyás, képezett IPO egy munkavizsgákra, nagyon sok kutyát annak idején, és úgy így ismerkedtünk meg vele, mint nagyon jó régi kutyás. Hogyan szervezték meg most ezt a versenyt? Nagy szervező munka előzte meg, egyáltalán kik jelentkezhettek erre a versenyre? Hát ezt a versenyt, ugye van neki Karcagi Művő Szervezetnek, Fülöp Norbert az elnöke, ugye most ő kint van Citruson, és fölkért engemet, mivel hogy mi vezessük április óta a kutyaiskolát, hogy szervezzem már meg a lányommal együtt, és akkor a többi kis kutyás csapatommal, hogy csináljuk meg a Nagyszentesi Lajos emlékversenyt, a másodikat. És akkor elindultunk benne, sikerült, nagyon jó kis kutyás csapatom gyűlt össze a Szivárvány úti kutyaiskolába, és akkor így megszerveztük, és meg is tartottuk. Kiknek mondanak köszönetet, kik voltak a segítségére a szervezésben? Hát köszönetet elsősorban szeretnék mondani a Kozma László bíró úrnak, aki Debrecenből érkezett, nagyszerű őrzővédő teljesítménybíró úrnak, és akkor akik nagyon sok munkát segítettek benne, az Szarkáné Sütő Edina, Vince Sándor, ők nagyon sokat segítettek, úgy fűvágásban, mint a, ugye most a oklevél, a Edina az oklevél, meg a érem, meg a serlegek segítséget, hogy megszerezzék. És akkor utána a Virág Katalin, Federics László és a Szilvike, Szabóné Macuska, őnek is külön megköszönöm, mert ő főzte a finom paprikás krumplit kolbásszal nekünk ebédre, úgyhogy köszönjük szépen neki. Mándi Kata és Ruskóné Erika finom süteménnyel kedveskedtek a ottani ugye kutyás barátaimnak, és őnekik is köszönjük szépen a finom süteményt. Domján Gábornak és Tyukori Balázsnak is köszönjük szépen, ők rendszeresen kijárnak a kutyaiskolába, és ugye ez a verseny előtt is már előtte másfél hónappal mindig ugye hétköznap is mentünk, ugye készítünk a versenyre, és nagyon sok szakszerű tudásukkal segítettek úgy a BH-ba, mint az őrzővédő munkába, és a versenyen a segédelést is ugye Domján Gabi vezényelte le, és köszönöm szépen neki. Na, hogyan zajlott akkor ez a versenynap? Ica néni, erről tessék már nekünk mesélni. Mikor volt pontosan ez a verseny? Hogyan kezdődött egyáltalán? Hogy kell elképzelnünk egy ilyen munkakutya versenyt? Hát ez október 22-ére tűztük ki, hogy a bíró úr akkor ért rá, és akkor így ugye meghirdettük a Karcagi Újságba, hogy na, lesz egy ilyen munkakutya versenyünk egy nagyon rendes kutyás barátunknak, hogy így mondhatom, mert azért tényleg nagyon régi kutyás barátunk volt, és akkor megszerveztük a második emlékversenyt. Hát szerintem nagyon jó sikerült. Jöttek Szeghalomról, Füzesgyarmatról, Dévabányáról a vidéki kutyás barátaim, és még amire büszke is vagyok, Karcagról is részt vett 7 kutya, és a 7 kutyából 4 dobogós lett. És ez mind köszönhető a Karcagi Szivárvány úti kutyaiskolának, hogy azért szépen ugye felkészültünk, és ugye tényleg, mint ahogy elmondtam, hogy Domján Gabi, meg Tyukori Balázs, meg jó magam, és akkor így segítettük a versenynek a hogy színvonalas lebonyolítása legyen. Hány versenyző mérettette meg magát? Hát végül is 12 versenyző indult, és akkor a, ugye 12-ből, úgyhogy 4 karcagi kutyás lett a dobogós. Milyen kutyák nevezhettek? Erre mindenfajta kutya nevezhetett, mert erre volt Akita is, ami tényleg egy olyan, ugye Sarkadi Ernikő kihozta a 2 akitáját, hát végül is a bíró úr is megdicsérte, hogy mert egy kis fiatal hölgyről van szó, és azért nem egy munkavonalú kutya, hanem 2 akitával, és részt vett ezen a versenyen. Gondolom, az ilyen palotapincsivel nem lehet egy ilyen versenyre, tehát lehet, van egy minimum követelmény. Lehet, mert én végül is járok minden évben rendszeresen ilyen munkakutya versenyekre, én voltam Szegváron, én voltam Békés Csabán, tavaly is ebbe az évben is voltam Szegváron, és ott is versenyeznek is, törpeuszkától kezdve minden, akit úgy be tudnak tanítani, mert végül is minden kutyát be lehet tanítani. Mit jelent az, hogy munkakutya verseny? Tehát
Arra vagyok itt kíváncsi, hogy milyen feladatokat kell teljesíteni csak a kutyának, vagy itt a kutya gazda összhangja a fontos, vagy egyáltalán miről szól ez a verseny? Hát végül is a kutya meg a gazdi összhangja, mert mondjuk egy BH vizsga, az ugye... Mit jelent az, hogy BH vizsga? Hát szépen pórázon megyen, vezessük, akkor szabadon jön mellettünk, ugye ül, fekszik, helybe marad, és akkor ennek az a ugye BH vizsga, ez bárhova lehet vinni utána a városba. Úgy buszon, meg üzletekbe, mert ugye nem támad, nem szociálózők, egy ilyen engedelmes vizsga. Emberekhez is, meg szóval azért hívjuk, hogy BH vizsgának, hogy akkor ez ilyen ember és gazda kötődése. És milyen feladatokat kell egy ilyen versenyen egy kutyának teljesíteni? Tehát mindig minden versenyen más feladataik vannak egy ilyen munkakutya versenyen, vagy azért ilyen szabott feladatok vannak? Hát az megvan, hogy pórázon vezetés, szabadon követés, akkor elindulunk, 10 lépés futás, 10 lépés lassú lépés, normál lépés, akkor ugye derékszögbe elmegyünk, akkor hátraarc, akkor visszajövünk, de ugyanis ezt meg tudom mutatni bárkinek a kutya iskolába is, de viszont engem már nagyon sokan láttak, mert én ugye bemutatókon részt veszek, úgy vidéken, mint Karcagon, és ugyanezt a feladatokat én szoktam a kutyáimmal bemutatni. Hogyan értékelim, hogy sikerült ez a verseny? Mi a visszhang? Ugye azért gondolom akkor a 12 kutya versenyzett, azért jöttek érdeklődők, rokonok a kutyatulajdonosokkal. Általában azért tulajdonosok versenyeznek a kutyával? Vagy van olyan, hogy mondjuk egy családtag a tulajdonos kutyájával, tehát mindig a tulajdonos a kutyájával versenyez? Igen, tulajdonos, mert végül is ő tanítsa. És ő tudja szociálni azt a kutyát, hogy akkor szépen ugye menjen, és ő neki dolgozik. Ugye csak a kutya és a gazda. Ugye ő a felvezető, és akkor így együtt. És hogyan értékeli, hogyan sikerült ez a verseny, milyen visszajelzéseket én kapta? Én szerintem, vagy mi szerintünk nagyon jó sikerült, mert nagyon jó visszhangja van. Hát végül is az a vándorsáleggel lett egy kis gubanc, hogy így mondhatom, mert az illető személy nem hozta vissza a vándorsárleget, ami ugye, hogy mondjam, a Szentesiné Marika mondta, hogy ha végül is az az illető értékelte volna az ő volt férje munkáját, vagy hogy mondjam, akkor visszahozta volna, mert végül is ez azért volt, hogy ugye Nagy Szentesi Lajost megtiszteljük, és ugye ő neki volt ez az emlékversenye, és azért kellett volna a vándorsárleget visszahozni. Ez az egy, ami döccenő volt, de amúgy a bíró úr is nagyon szépen megdicsért minket, külön ugye engem, mint főszervezőt, és a lányomat, ugye Andreát, mert ő segítette a munkakutyásokat fölvezetni oda a bíróhoz, meg mikor végeztek, akkor is ugye levezényelte, és szóval a bíró úr is, aki Debrecenről érkezett, Kozmalasszónak hívják, azt mondta, hogy nagyon színvonalas és nagyon jó szervező verseny volt. Többségében milyen ebek vonultak fel ezen a versenyen? Hát többségében német juhász. Hát ugye német juhász. Ugye az van most az a sláger, az jár a kutyaiskolába ki. Hát végül is ott volt az én egyetlen dobermanom is, a Gigi, aki ugye a városnak a legcsúcs kutyája, mert ugye tényleg az bemutatókon is szuper mindent csinál, tüzes karikától kezdve mindent ugrik. És akkor én is vittem a német juhászt. Akkor volt ilyen balinóz, az a belga juhászkutyák voltak, és akkor volt ez a két akita, mint akit ugye már régebben említettem, a kis hölgyel. Tehát akkor jól sikerült ez a rendezvény. Lesz-e folytatás, jövőre ismét megrendezik-e? Hát lesz folytatása, mert nagyon szeretném meg szervezni, meg is ígértem a Szentesi családnak, hogy a jövőre a harmadikat is meg fogom szervezni, vagy meg fogjuk szervezni, akkor már az elnökünk is itthon lesz, de úgyhogy szerintem meg fogjuk a harmadikat is ugyanúgy, mint ahogy most a másodikat. És szerintem egy nagyon jó színvonalas rendezvény volt. Ica néni vezeti egy ideje a Szivárvány úti kutyaiskolát, egészen pontosan mióta? Hát március végén volt egy közgyűlésünk, és akkor ott ugye a karcagi közgyűlésen elhangzott a Fülöpnál Norbert elnök úr, fölkért rá, mert végül is egy
Hát tavaly, meg tavaly előtt úgy egy kicsit összeomlottak ugye iskola témája, és akkor most a gyűlés után fölkért, hogy próbáljuk meg, vezessük. Hát elvállaltam koromhoz képest, vagy fejezem ki magam, nem vagyok azért mai gyerek, de azért még tudok felmutatni eredményeket, és akkor így elvállaltam. Hát volt, aki tényleg odajött, meg is dicsért, mert azóta virágokat ültettünk szépen kerítéssel körül, akkor csinálgattunk új akadályokat, ilyen ásványvízes flakonokból, akkor bábókat csináltattunk a férjemmel, megcsináltattam, kivittük, hogy az a BH vizsgának ez a csoportos része, ugye, hogy az embereket kerülni kell, az, ha mégis úgy megyünk ki, akkor tudunk gyakorolni, mert ott a négy bábó le van téve, és akkor 8-as jeleket tudunk a kutyákkal gyakorolni. Tehát fejlesztik is akkor. Fejlesztettük, igen. Füvet rendesen levágtuk, úgyhogy mondom, hogy a kutyás barátaimnak, és tényleg köszönöm szépen nekik, hogy sokat segítettek, és mellettünk vannak. Hányan járnak egyébként ebbe a kutyaiskolába, vagy? Hát változó. Hát van, mikor 10-en vagyunk, van, mikor 4-en vagyunk. Voltak a nyári szünetben ilyen kis fiatal lányok is, úgyhogy hétvégente jöttek. Hétvégente lehet egyébként. Igen, igen. Szombaton vagyunk 2 órától, de most például, amikor készültünk a versenyre, akkor volt egy héten 3-szor is mentünk, mert ugye akkor ez most nekünk volt a cél, hogy na, szóval azért a karcagi kutyák azért csak jók legyenek. És hogyan lehet oda jelentkezni? Vagy most elmondta itt Szanén, hogy szombaton 2-től vannak, ha mondjuk nekem lenne egy kutyám, akkor megfognám, kimennék oda a szombaton 2 órára, és akkor ott Ica néniék foglalkoznak a kutyával? Igen, én is, meg mondta, hogy elmondtam, van a Domján Gabi, meg a Gyukori Balázs, ők is nagyon szívesen ugye segítenek, mert azért vannak ott kis kezdőkutyások, és akkor ugye segítünk nekik. Vagy én, vagy Balázs, vagy a Gabi, mert a Gabi is jár, minden évben is elmegy ilyen őrzővédő továbbfejlesztésre, és nagyon jó új dolgokkal jön vissza, mint ahogy most is, ugye tanácsokat, azt megbeszéljük, hogy na, hogy csináljuk, mint csináljuk. Bármilyen kutyát lehet egyébként vinni a kutyaiskolába? Bármilyen kutyát. Bármelyik kutya tanítható? Hát tanítható. Igen. Van olyan, amelyik nem? Hát van, amelyik egy kicsit makrancos, de azért, na, ugye alapvető az, hogy végül is a lábnál ül, meg lefekszik, meg szépen jön, szerintem meg lehet tanítani, mert annak idején én a sápélyemet is betanítottam, az is ugrott az akadályt egy pár évvel ezelőtt. Meg a német dogom is, meg tényleg ott van. Mire lehet megtanítani egyébként egy kutyát? Tehát hogyan kell, ha mondjuk egy kezdőkutyás kimegy ebbe a kutya, és akkor beszélgetnek elő a tulajdonossal, felmérik a kutyát, hogyan mondjuk ezt el, hogyan lehet elkezdeni egy kutya oktatást? Hát igen, először ugye, kijön a kutyával, akkor körül járja a kutya is, ugye szimatolgat, meg ugye kutyák szerne, hogy összemarakodjanak. Az fontos, hogy ugye van a nagy mász, meg van a kis picike, kis orki, vagy a kis veszti, mert ugye ilyen is van, de ugye vigyázzunk rá, hogy ne marakodjanak. Na, szépen összeszokjuk őket. Hát mondjuk azért, az a lényege, azért ezek mindenki az vigyázzon. Igen. Tenn a következő órán már tovább mennek? Hát már a következő, ugye próbálkozunk egy kis pórázomzetés, hatos foglalkozással, és akkor ott már ugye kis jutalomfalat, és kis szalámi, vagy az ami, és ha ügyesen dolgozik, akkor már kapja is. Még lehet egy kutyát kiképezni, vagy nyitani? Teljesen a IPO egy munkavizsga. Ez mit jelent? Hát az már egy foly munka, az IPO egy munkavizsga. Én már ugye BH vizsgát is tettem már nagyon sok kutyával, IPO vizsgát is tettem ugye a Dobermannjaimmal, a német juhászom, hogy igen, én már ezt összefejlesztem. Még Dobermannom 10 éves, ő vele még a IPO, ugye ezelőtt, hát nem most, mert már most 10 év. Hát de meg mindig úgy szalad, mint a nyúl. Ennek hogy jött az életébe ez a kutya szeretet, a kutyás? Hát mindig is volt kutyánk, és akkor hát olyan, hát ugye én már közel már 40 éves tagságom van, ugye már én is akkor úgy, ez kell, a német dog, ott így, utána jártunk kiállításokra, és akkor ott meglesz a agility részét, konokon, és akkor úgy letérképeztem, hogy milyen gyakorlák ezek, majd lehet, hogy én törpeuszkárom, azt akkor így szétem a kutyákat, és most már annyira, hogy legyen. Ugye, mint ahogy tényleg sok feladtak, mert minden gyerekmód is volt bucsán. Hány kutyája van most pontosan itt szerint? Most van. Hát 8. Mindenki mit tehet? Hát igen. Mindenki átesett már valamilyen képzésen, vagy van, aki még esetleg képzés alatt? Hát van a lányom Zárdai Kopó, úgy éves, de ővele is kiállításokra járunk, már megszerezte a junior championt, ugye tényleg már nagyon boldogok vagyok le. Akkor a Némommal is voltunk kiállítás, az is már a veterán championt most megszerezte.
meg ugye német mászom már champion, Doberman champion, úgyhogy már ők velük már mindent elér. Merre voltak az idén versenyezni? Mi kiemelő eredmények tud esetlenekről tud beszámolni? Melyik kutyán jár büszkébb? Én a Dobermanomra. Én a Doberman, mert hogy mondjam, az a kalta, mert azt tényleg beuntatókon nem is el voltam kiállítani, levizsgáztattam, meg hát nem dolgozik. Hát ő vele most ezen a versenyen, második hely vele. Úgyhogy igen, kiállási szempont, munkaversenyek, ahogy már elmondtam, oda is járok már közel. Én mindig elmegyek, ugye kagról emberek vagyunk, akivel elmegyünk ilyen munkakutya versenyekre. Nagyon jó, mert sok ember jön, és ugye tudnak adni. Úgyhogy szépen meg is álljuk a helyünket, mert azért olyan 8 pontokat mi elhozunk egy versenyt. Éppen hányszor voltak versenyen körülbelül? A kiállításon is sokszor. Szerintem 10-szer biztos kiállítási cél, ugye, mert már ugye eljárunk. A munkaversenyen Szegvár voltunk, a május volt egy munkakutyaverseny, ugye most oda eltünk meg, akkor most volt ez a kazaki munkakutyaversenyünk. Több bemutatnak ez évben, csak néhányat említsünk, ugye azt már tetszett mondani, hogy Berekfürdőn volt, erre tartott bemutatókat, és milyent kapnak? Hát Berekfürdő nagyon jó, ott nagyon megvannak velünk, meg nagyon tetszik a gyerekeknek. Akkor ugye Bucsán voltunk gyerek. Most egy hőről kunmadarasok voltam egy óvodába, mert az óvodákért, hogy menjek már át, tartsak egy bemutatót. Hát ugye fogtam magam, átmentem egyedül fáimmal, hát tartottam. Az a boldogság azoknak a kis gyerekiknek. Ugye hát az rettenetes látvány, nekik ugye meg a kutyáim is, hogy nem bántsák a gyerekek. És itthon Karcag is ugye többször. Hát Karcagon is, ugye már is terveztem egy kis munkakutyaversenyt. Ugye az is nagyon jó sikerült. Azok a vidéki, akik most is itt voltak, azok akkor is eljöttek. Hát mondjuk majd kutya volt. Na de az csak egy ilyen kis házi versenyt találtam ki, én szerveztem, hogy mégis egy május 1-én egy kis munkakutya, ne csak mindig a bemutató, egy kis munkarészét is, de az is nagyon jó sikerült. Volt a lovas, nem? Augusztus 20-án. Akkor is voltunk, és akkor most a lassnap, hát az meg tényleg csúcs. Délelőn vezetették a gyerekig, odan nekik a kutya, úgyhogy örök jó. A kutyáim van, pici gyerektől teljesen a 20 évesig mindenki, nem bántsák őket. Gondolom akkor végben jön a hideg, egy kis pihenő következik, és a lendület jövő. Igen, lendület jövőre. Köszönöm szépen, eljött hozzánk, további sikereket várunk. Köszönöm, én szépen eljöhettem, és eldom, amit dok meg, amit tapasztaltam. Köszönjük szépen, annyit, köszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, már a megköszönő megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra.